Fehér torka. Nő vagyok. Mentőtiszt vagyok, szocmunkás vagyok, közgazdász vagyok, gimis vagyok, grafikus vagyok. Nők vagytok, mert szelidek vagytok, és szenvedélyesek. Nők vagytok, mert gondoskodók vagytok, és titokzatosak. Nők vagytok, mert gyöngék vagytok, és szívósok. Nők vagytok, mert legyőzitek a patriarhátust, és nők vagytok, mert azért ezt a gyereket nem a babysitter neveli fel, ugye? És ha ez még nem lenne elég, mutatok még valamit. Nő vagyok. Mentőtiszt vagyok, közgazdász vagyok, grafikus vagyok, gimis vagyok, szocmunkás vagyok, és bántalmaztak. Van, amelyikünket mankóval vertek a szülei, van, aki gyerekotthonban nőtt fel, van, akit egyszer kis hián megöltek, többünket molesztáltak. Most biztos azon agyaltok, hogy mikor fogom elmondani, hogy melyik az enyém. Elmondom vajon? Itt kipakolom nektek a traumáimat? Nyomorporló, mert ruhátlanság van, meg nyomor is van. Ki lett most olyan éhes? Ki az, aki? Akár az több kell azért ahhoz, hogy ezen most így meglepődjön. Ki érzi magát most kényelmetlenül? Minden esetre a férfiak minket ezért tenyerükön akarnak hordozni. Hogy meggyógyítani akarnak minket, hogy megmutassák, hogy mi az a szeretet. Simogatják hasunkat, hogyha megjön, most a főznek, takarítanak, meg semmi rossz szó, csak asszertív kommunikáció, safe place, és hogy vagy veled, mit csináltál ma, nyuszi, mert sajnálnak. Hiszen jó emberek. Ti sajnáltok? Hiszen jó emberek vagytok. Ne azért, ne báns! Ne azért hordozd a tenyeredem, mert bántottak, hanem mert hiszed, hogy kikaptad velem a főnyereményt. Ne azért, ne báns, mert bántalmazott nő vagyok. Ne azért, ne báns, mert nő vagyok. Azért, ne báns, mert ember vagyok. Köszönöm.